Szerbiát már tegnap fel kellett volna venni az Európai Unióba, jelentette ki Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter Szegeden, ahol Nikola Selaković szerb külügyminiszterrel találkozott. Mindketten a két ország kiváló viszonyát méltatták. Fokozott közúti ellenőrzések zajlanak Szerbia egész területén. A közlekedési rendőrség főleg a biztonsági öv használatára és a gyermekbiztonsági rendszerre fordít figyelmet. Megkezdi azoknak a 18. évüket betöltött férfiaknak az egyenkénti megkeresését a szerb védelmi minisztérium, akik eddig nem tettek eleget a korábbi felhívásnak, ami a katonai nyilvántartásba vételre vonatkozott. Ez a következő időszakban Szabadkára, Topolyára és Kishegyesre terjed ki. Támogatásra szorul egy zentai család, amelynek tavaly novemberben porig égett a háza, mindenük oda veszett. A felajánlásokat a 3-2-5-9-3-0-0-7-0-2-2-2-6-4-4-5-1-9 számlaszámra fizethetik be.